Világegyetemünk 15 milliárd évvel ezelőtt jött létre, a Nagy Boom néven ismert hatalmas robbanást követően. Végtelen űr és milliónyi galaxis tölti ki a kozmoszt. Minden galaxisban milliárdnyi csillag található. Fekete lyukak alakultak ki. Galaxisunk egyik nagy spiráljában a tejúton jött létre a Nap és a Föld, együtt születve cirka 5 milliárd évvel ezelőtt. Ez a film az élet eredetéről és fejlődéséről beszél. Az élőlények többsége, melyek az élet kezdetén voltak jelen, mára már megszűntek létezni. A Nap fenséges fénykoronájával óriási akkumulátorként működtette a galaxist, míg a Föld csupán egy hatalmas kemence volt. Az első kövek kristállyá váltak. A Föld lassan lehűlt. Csupán egy sivatag volt, sem állati, sem növényi életnek nem lelni nyomát. Nem volt tiszta kék ég. A légkör abban különbözött a maitól, hogy nem volt oxigén. Még nem létezett víz a Földön. A vulkán kitörések lökték a felszínre gáz formájában, és így került a légkörbe.
Amikor először esett az eső, új jelenség alakult ki. Több millió éven át forró cseppekben zuhogott. Tömege és a naphoz viszonyított helyzete miatt a Föld légköre nem szökött ki a világűrbe. Három formában maradt víz a felszínen, folyékony, szilárd és gáznemű alakban. Létrejöttek az óceánok. Közel 4 milliárd éve élet fejlődött ki a vízben. Sokféle elmélettel próbálják magyarázni ezt a folyamatot. Az élet létrejöhetett a sötét, forró kénforrásokban, amiket a bolygó belső magja hevített. Létrejöhetett kis tócsákban, amiket űrport tartalmazó szerves vegyületek töltöttek meg. Egy másik elmélet szerint az ásványok belsejében alakult ki elsőként eleven anyag. Az élet molekulák csoportja belül egy membránnal, mely a környezetétől nyeri energiáját. Ez a csoport képes reprodukálni önmagát, vagy ugyanúgy, vagy módosult és többféle változatban. Nyilván az összes sejtfajta egy közös ősre vezethető vissza. Ez az egyetlen univerzális közös ős, más néven Luca. Az első élőlény baktérium volt. Egy kémiai módszerrel nyert energiát a környezetéből, a kemoszintézissel. Íme néhány primitív egysejtű lény, ciánbaktérium, amelyek a nap fényenergiáját alakítják át oxigénné. Ez volt az első fotoszintézis, amire a növényekben lévő klorofill is hatott. Az oxigén még ritka gáz volt, veszélyt jelentett az élőkre. Az oxigén kicsapódott, átalakítva a légkör anyagát és összetételét. Úgy 1 milliárd 400 millió évvel ezelőtt a sejt sejtmaggá alakult,
így aztán génjeit membránnal tudta védeni. 700 millió évnek kellett eltelnie, mióta az első mikroszkopikus méretű egysejtű megjelent. Az élet ilyen maradt újabb 3 milliárd éven keresztül. Egy vízcseppben benne volt az egész világ. Megjelentek az élet alapvető viselkedés módjai, mozgás és táplálkozás. Kialakult a táplálkozási lánc. Úgy jött létre az egyensúly állati és növényi lét között, hogy az előbbi gyakorta felfalja az utóbbit. A sejtosztódással alapvetően megindult a reprodukció. Az alapelve egyszerű, egy sejt szétválik és kettő lesz belőle. Még nem játszott szerepet a szexualitás, az élet mint egy futószalagon jött létre. Nagyon termékenyen, de nem túl változatosan. Bizonyos egysejtű lények csatlakoztak egymáshoz. Az élőlények mérete és összetettsége tovább nőtt. A régen növénynek tartott szivacs volt az egyik első állat, amely telepeket hozott létre. Az élet ebben az egysejtű állapotban maradt több mint 3 milliárd éven át. De ebből az utolsó 670 millió év során gerinctelen többsejtű tengeri lények kezdtek sikeresen elszaporodni. A parányi állatok apró algákkal együtt hatalmas korallzátonyokat hoztak létre. Ez főképp polipok műve. Csöpnyi csőszerű állatok csápokkal felszerelve, amelyek mikroszkópikus planktonokat fogyasztanak. Ezek a parányi különös alakú gerinctelenek jelentették a korallzátonyok fő táplálék forrását. Hatszáz millió évvel ezelőtt speciális szervek jelentek meg a többsejtű állatokban. A tengerisünk képtelen volt mozogni, helyette tüskéket növesztett, hogy azok megvédjék. A szem és a szája képzeletbeli tengelyen helyezkedik el. A tengelyszimmetria a tengeri csillagban is megtalálható, ebben a törékeny és piheként lebegő állatban.
A spirális csőféregnél alakult ki a kopoltyú. A légkört megtöltő algákból kicsapódott az oxigén. Az ég színe nagyjából olyan lett, mint ma. A szárazföldön nem volt élet, de a tenger alatt virágzott. Egy milliárd 300 millió éve messzeható következményekkel járó eseményre került sor. Az egysejtűekben először jelent meg a szexuális reprodukció. A tengeri csillagok megtermékenyülhettek anélkül, hogy kapcsolatba léptek volna egymással. A hím és nőstény tengeri sünök egyszerre eresztették magjaikat a vízbe. Spermafelhők lebegtek, hogy megtermékenyítsék a petéket. Pocsékolásnak tűnt, de pusztán a számtalan veszélyt gyűrték le ezáltal, amely a jövőbeli lárvákra leselkedett. A sperma összeakadt a petével, megtermékenyített sejtet hozva létre, melyben a gének mindkét szülő génjeit hordozzák. A megtermékenyítés révén az élet változatos lett, minden organizmus egyedivé vált. Az evolúció felgyorsult, a számtalan lehetséges génkombináció következtében. Osztódás révén a petesejt lárvává alakult, ebből jött létre később a kifejlett állat. Ezek a lárvák a planktonnal keverve lehetővé tették a fajok elterjedését. A tengeri sün lárvája. A fésűs kagyló lárvája. A tengeri csillag lárváit mind elsodorták az átalakulás hullámai, és egy távolabbi helyen váltak kifejlett állattá. Hogy növeljék a sikeres megtermékenyítés esélyét, némely fajnak személyes találkozóra volt szüksége. A tengeri csigák sorban állnak, hogy párosodjanak egymással. Mindegyikük lehet egyszerre hím és nőstény is.
A szexuális reprodukció teljes sikernek bizonyult. 600 millió évvel ezelőtt végtelen mennyiségű és változatú életforma terjedt el a Földön. A sokszínűség diadalt aratott. Az evolúció egyik nagy sikere az evezőlábú ráké. Olyan sokan lettek, mint semmilyen más állat a bolygón. Az apró rákok szerepe alapvető a táplálékláncban. Az evezőlábúak a plankton nagy hányadát képezve lebegnek az áramlatok hátán. Sok plankton életforma átlátszó és zselészerű. Mások hatalmasak, mint a Vénusz-öve. Az élet 3 kilométer mélyen is virágzott, a forróvízű források különleges környezetében. Az ásványtartalmú vizek lehetővé tették a kagylók és a csontok kifejlődését.
A patkórákot több millió évszázada óvja a kagylója. Puha testűek, mint a Nautilus kagyló, közel 500 millió éve léteznek minden változás nélkül. Nagy előrelépés volt az evolúcióban a szem kifejlődése. Az első fényérzékeny sejtek igazi képet tudtak közvetíteni. A tintahal már kifejlett szemmel bírt. A zsákmányejtés már nem pusztán a véletlen műve volt. A szem lehetővé tette, hogy biztos célpontra lejjenek. Minél hatékonyabb lett a szem, annál fontosabbá vált a láthatatlanság képessége. A polip megtanulta álcázni magát, beleolvad a környezetébe. A 2 méteres tengeri uborka a tengerfenék színét vette magára. Még másféle tengeri uborkák ragadós anyagok kilövellésével védelmezik magukat. Egyre fejlettebbek lettek a fegyverek. Dárdák, nyilak és méreggel telt csápok, mint ennél a vadtengeri kökörcsinnél.
az evolúció még messze nem ért véget. Az élet még sokszor kipusztult, főként a klímaváltozások miatt. Az 530 millió éve élt élőlények 80%-a azóta már kihalt. Számos fosszilis maradványt találtak a kanadai Burgess-ben. Szerencsére a pikája minden gerinces őse a megmaradt 20%-ban van. A lándzsahal, amely a pikájára hasonlít, tekinthető az utolsó evolúciós állomásnak a halak előtt. Növényszerű kinézete ellenére a zsákállat valójában állat, a gerincesek közeli rokona. A plankton számos összetevője, mint a zsákállat és a farkos zsákállat, a gerincesek ősének számít. Százhúsz millió éve tűntek fel az első kagyló nélküli állatok. Tömör húsuk volt és belső csontvázuk. Elsőként a porcos vázú halak, mint a cápa és a rája. Aztán a szálkás halak. Ezek a meglepő küllemű halak mind az evolúció sokszínűségét illusztrálják. A tengeri csikó. A krokodilhal. A tüdős hal egyike volt az első halaknak, amelyek kimásztak a tengerből. Tudtak lélegezni, mert már a szárazföldön is akadt elegendő oxigén. Ahogy korábban a növények és a rovarok, most a gerincesek vették birtokba a nagy földrészeket.
Az élet 4 milliárd éve bukkant fel a Földön. A szárazföldön csupán 400 millió éve létezik.